egy új csillag született, annál is inkább, mert az elmúlt másfél év arról szólt, hogy elkönyveltük Milák Kristófot olimpiai bajnoknak. Én nagyon tartottam attól, hogy valami viszmajor helyzet következik be, tartottam attól, hogy bár el van könyvelve, de mégis valami nem fog sikerülni. Aztán történt az, ami történt, elszakadt a fürdőruha, még rajt előtt is igazgatta. Én úgy gondolom, hogy bár ki zökkent ebből a ritmusból, és ő világcsúcsot akart úszni, és úgy akarta megnyerni ezt az olimpiát, de mégis úgy érzem, hogy nem kell világcsúcsra győzni, olimpiát kell nyerni. És ma Milák Kristóf megnyerte a magyar úszósport Tokió első olimpiai aranyérmét, egy új csillag született. Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben nagyon sokan, nagyon sok mindent tettek. Ki kell, hogy emeljem Selmeci Attilát, akinek óriási szerepe és eredménye az, hogy Milák Kristóf ideért. Kristóf elmondta a riportban, hogy ki mindenkinek köszöni azt, hogy most itt van. Mi úgy gondoljuk, hogy mi is hozzátettünk ehhez valamit. Tokióba fölállni Magyarországtól ilyen messze, 10.000 kilométerre egy óriási lehetőség, egy óriási élmény annak a versenyzőnek, de itt most 10 millió magyar ember, vagy 15 millió magyar ember volt büszke, és lesz büszke Milák Kristófra a következő időszakban. Ünnepeljük meg, adjunk időt annak, hogy megéljük ezt a csodálatos sikert. Hát ezzel a győzelemmel Európa is megmutatta, hogy azért meghatározója a világ úszósportjának. Mint olimpiai bajnok, és nem mint a Magyar Úszó Szövetség elnöke, mit üzen Kristófnak? Hát azt üzenem, hogy most ünnepelje meg magát majd, hogyha a 100 pillangon túl van. Én 100 pillangon azt gondolom, hogy dobogon lesz, ezt kijelenthetjük. Még erre koncentráljon, persze ma örüljön ennek, élje meg ennek a hangulatát. Sok-sok idő kell majd eltelnie annak, hogy ezt kellő mértékkel és öntudattal ünnepelje meg. Én azt kívánom majd jövőt tekintve, hogy maradjon szerény, legyen egy szerethető sportoló, legyen minden magyar büszkesége, és kívánom neki azt, hogy legyen sikeres még, és hozzon nekünk sok-sok aranyérmet, élményt és büszkeséget. Hát a Honvédnak nem csak egy újabb olimpiai aranyérem, hanem egy olyan népszerű sportágban, mint az úszás, egy olyan népszerű számban, mint a 200 pillangó, egy olyan borzasztóan népszerű sporttal, mint a Milák Kristóf, egy új fejezetet nyit talán a Honvéd életében, hisz vannak olimpiai bajnokaink, akikre nagyon büszkék vagyunk. Nagyon sokat tettek az egyesületért, de a Kristófnak valóban van egy egyéni stílusa, amit mindenki csodál, hisz olyan lazasággal, olyan könnyedséggel kezeli a döntőket, és olyan könnyen tud nyerni, hogy erre nagyon sokan irigyek. Természetesen nem látják azt a rengeteg munkát, amit ő és Selmeci Attila edzője tettek ebbe bele ezekbe az elmúlt évek eredményeibe. Ezt talán nem irigyelik tőlük, viszont mi ezt láttuk, hogy mennyi munkával jár az, hogy valaki ideig eljusson, és rengeteg mindent meg tudjon nyerni. Hát nagy szeretettel várjuk haza Kristófot, hogy személyesen is tudjunk neki gratulálni. Sikerült az aranyérem, nagyon büszkék vagyunk rá. Én személyesen örülök neki, hogy Kristófot most már kicsit közelebbről is megismerhettem ez az elmúlt néhány év alatt, a személyiségét, az, hogy hogy edz, hogy hogy él. Nagyon örülök neki, talán, hogy egy picit hozzá tudtam, mint Gergely István is tenni, mondhatjuk azt, hogy egy viszonylag eredményes sportoló. Köszönöm a Magyar Úszó Szövetségnek azt, hogy ilyen támogatást biztosított a felkészülés során Kristófnak és Attilának, és mindenkinek, aki ebben közreműködött, hogy Kristóf ideig eljuthasson. És hát mindentől kezdve a feladat adott újra, vagy továbbra is pályán tartani őt, ami küzdelmes lesz az ő szempontjából természetesen elsősorban. De hát én sok erőt, kitartást kívánok neki ehhez, és gratulálok, Milák Kristóf.